Történelem sorsokban elbeszélve. A mikrofonnál Vas István Zoltán. Elég sok újvári Gábor van, hirtelenjében körülnéztem. Tetszik tudni róla, ugye? Tudok, igen. Ugye hát van ön, újvári Gábor, a Veritas Intézet történésze, de van egy geodéta, ugye? Igen, igen. Akkor van egy fotóművész is. Azt nem tudtam, de azt, hogy igen, több ilyen névvel, igen. Hát nem tudom, hogy szerencsés vagy nem szerencsés egy kutatónak, hogy a név azonos. Nem feltétlen, de... A szakma biztos, hogy ismeri a felől kétségen. Igen. Én megpróbáltam az életrajzában körülnézni, és azt tűnt fel, hogy hát durván 15 év alatt rengeteg állása volt. Szóval igen, annyi, nem emlékszem, hogy mik voltak ezek a stációk, de ha fel tetszene idézni. Hát nagyon sok volt. Első állásom az Országos Széchenyi Könyvtárban volt, ahol könyvtárosként dolgoztam egy éven át. Címleíró voltam, ami azt jelentette, hogy könyveknek a címleírását, katalógus céduláját kellett készítenem. Azért volt nagyon érdekes, mert már a név is kifejező, a Fölös Példány Központban dolgoztam. Nem valami hízelgő. Ami azt jelentette, ugye, hogy a 40-es évek végén az egyházi és főúri könyvtárak, amiket begyűjtettek, annak az anyaga volt nagy részt ott, és ez még a 80-as évek elején is így volt, hogy részben feldolgozatlan volt ez az anyag. Tehát ebben foglalkoztam, ez annyiban nagyon jót tett, hogy kiváló könyvismeretre tettem szert. Utána pedig több helyen voltam archiváló, dokumentátor, tehát dolgoztam a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsának. Ott mit csinált például? Ott szintén könyvtárban dolgoztam, de kifejezetten szakmai anyagokat archiváltam. Bocsánat, meg a becsült mesterség, a tanult mesterség az mi? Magyar nyelv és irodalomtörténelem szakos középiskolai tanár voltam, igen, illetve később posztgraduálisan levéltárszakot végeztem. Miért nem ment tanítani? Tanítottam is egy évet, de az akkor történt még, mikor 5 éves voltam, és tanítási gyakorlatom voltam a József Attila gimnáziumban, a mai Ciszterci gimnáziumban. Hát létezik a József Attila is, de más helyre került azóta. És akkor ott tartottak, tehát egy éven át ott történelem tanárként oktattam, de óraadó tanárként is az egyetem mellett, és sajnos nem volt ott hely, tehát azért nem tanítottam, amúgy maradtam volna ott szívesen. És középiskolában ezután nem is tanítottam, már csak főiskolán és egyetemen a következő. Jó, nagyot ugrott, de ez két állás volt, és volt vagy 10, amennyire emlékszem. Igen, mert utána a Képesség című heti laptól, ahol a fotodokumentációt archiváltam oda, onnan kerültem el a Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi levéltárába. Na várjunk, ez elég nagy ugrás megint. A Képesség, az idősebbek bizonnyal emlékeznek rá, még a rendszerváltás előtt egy ilyen valóban képes magazin volt, ami már egy kicsit ilyen nyugatias ízű volt. Így van, tehát a Stern ott... volt az egyik példaképe ennek a lapnak, és ennek megfelelően nagyon gazdag képanyaga volt, és kiváló fotósok dolgoztak ott, tehát tényleg az ország legjobb fotósait gyűjtötte össze, Fénár Tamás irányította a fotórovatot, és olyanok dolgoztak benne, akiket ma is ismert fotósokként tartunk számon, mint Kerekes Gábor vagy Benkő Imre, és sorolhatnám még tovább a neveket. Tehát ez egy jó iskola volt arra nézve, hogy hogyan kell lapot csinálni, illetve hogyan kell fényképezni, amit én soha nem hűztem, de hát meg tudom ítélni nagyjából, hogy mi egy valódi fotó, és mi az, amit naponta milliók készítenek, és a tulajdonképp semmi értékes. Mikor? Hol bukkant fel? Már az egyetemen, tehát az egyetemen kezdődött. Kezdetben én ugyan irodalomtörténész akartam lenni, de aztán inkább valószínű amiatt, mert jobb óráink voltak a történelem szakon, a történelem fele kezdtem el vonzni. Mikor is végzett? Eötvös Loránd Tudományegyetemen. De mikor? 84-ben, 1984-ben. Uh-huh, tehát még a rendszerváltás előtt. Egyáltalán a rendszerváltás előtte. Az hol élte meg? A rendszerváltás az az Eötvös Loránd Tudományegyetem levéltárában. Tehát ez egy egyetemi levéltár volt, rendkívül érdekes anyaggal. Ma is még visszajárok oda néha,
ott több éven át dolgoztam főlevéltárosként, egy évig a levéltár megbízott igazgatója is voltam. Azt szokták mondani, hogy a sportban és a történelemben a ha-val kezdődő mondatoknak nincs értelmük. De most mégis azt mondom, hogy ha nincs a rendszerváltás, vajon befutja ugyanezt a karriert? Hát ezt nagyon nehéz megítélni, egyáltalán nem biztos, nem valószínű. Mert azért szeretem kimondani azt, amit gondolok, és nem biztos, hogy annak túl sok előnye lett volna a 89 előtti időszakban. Bár hozzáteszem, hogy mi az egyetemen egy egész szabad légkörben nevelkedtünk, és az már egész más volt, mint amit mondjuk az akkori 70-es évek végi, 80-as évek elejé vidéki egyetemekről hallunk Budapesten. Oktatóink jó része, történelemtanáraink jó része is már olyan hangnemben beszélt a két háború között és az 1945 utáni magyar történelemről is, ami részben még ma is vállalható lenne. De ebben szerencsénk volt, mert más intézményekben ez, és ezt részben pont azért is tudom, mert egyetem történettel sokat foglalkoztam, nem igazán volt jellemző, tehát ott még sokkal szigorúbb állapotok voltak, itt Budapesten minden esetre egy liberálisabb légkör volt. Hát erre a beszélgetésre is alig ha kerül sor, ha történetesen nincs rendszerváltás, nem mintha ezzel misztifikálni akarnám a rendszerváltást, vagy sokak szerint rendszerváltozást. A lényeg az a dolognak, hogy én emlékszem rá, mert van egy történelem tanári diplomám. És hát én emlékszem az egyetemi történelmi tanulmányainkra, ahol megveszekedetten hangsúlyozták, hogy a marxista történettudomány szerint az egyéniségnek, mint olyannak a szerepe az elhanyagolható, vagy gyakorlatilag nincs is. Ilyenkor mindig jókat derültünk az évfolyam társaimmal, akkor mi a fenének istenítitek Lenint meg Sztálint, de ez most más kérdés. Na, és a mi beszélgetésünk témája voltak éppen két-három olyan egyéniség, aki valóban szenzációsan nagy volt. Jelesül most hát ne cifrázzuk, Lebesberg Kunóra gondolok, és visszaemlékszem egy időre, amikor még az Alföldön éltem, és meg annyiszor láttam ezeket a tanyasi iskolákat. Ezek mind Lebesberg Kunó idejében épültek, szerintem az ő nevével volt. Na, innen induljunk el. Magának az érdeklődése miért ébredt fel Lebesberg iránt? Hát pontosan azért, mert egy egyetemi levéltárban dolgoztam, ott egyetem történeti kutatásokat is kellett folytatnom, de ezt nagyon szívesen tettem, és ennek kapcsán, mivel már korábban is főleg a két világháború közötti időszak érdekelt, botlottam Lebesberg Kunó különböző alkotásaiba. Először annak kapcsán, hogy neki egyébként elég komoly konfliktusa volt a Budapesti Tudományegyetemmel, ami még akkor Pázmány Péter Tudományegyetem volt, hiszen ő már a 20-as években megálmodta azt, ami később meg is valósult, a Lágymányosi Egyetemi Telepet. És ennek kapcsán ő a főváros támogatását kérte volna ehhez, hogy ne csak az állami büdzséből és a kultusztárca költségvetéséből kelljen ezt finanszírozni, amihez a főváros nem járult hozzá, most kicsit leegyszerűsítem a történetet, és ebből egy komoly konfliktus alakult ki, amelynek révén Lebesberg inkább a vidéki egyetemeket, főleg a Szegedit fejlesztette, utóbbi egyébként nem véletlen, hiszen Lebesberg Szegednek volt az országgyűlési képviselője, tehát nyilván a saját választókörzetét kívánta támogatni, mint ahogy akkor is, meg ma is minden politikusnak ez az elsődleges célja. Tehát én így jutottam, ilyen dolgok kapcsán jutottam el hozzá, illetve annak révén, hogy már akkor kutattam a külföldi magyar intézetek, valamint a magyar kulturális külpolitika történetét, ami tulajdonképp mind máig az egyik fő kutatási témám maradt, és tehát itt az ilyen, szerepe döntő volt. Mint a Collegium Hungaricum, a így Római van. Magyar Intézet, igen, ilyenekre igen, gondolja? Igen. Volt valamelyikben? Mintha lett volna maga valamelyikben, nem? Igen, a Bécsi Collegium Hungaricumnak voltam tudományos igazgató, helyettese aztán tudományos igazgatója, tehát én 6 évet töltöttem kint Bécsben. Csak mikor ezek az iratok a kezébe kerültek, akkor még gondolni sem mert arra, hogy van volna egyszer róla, kimegy igen, oda. Igen. Egyébként is ennek az embernek, hogy is mondjam, az aktái, gondolom, akkor még elég porosak lehettek, mikor magának már az érdeklődése feltámadt.
Igen, hát a 90-es évek legelején még nem nagyon beszéltek róla, 94-95-től kezdődött el az ő reneszánsza, és itt azért azt is meg kell említeni, hogy azért már 70-es években is voltak olyanok, akik reálisan közelítettek az ő személyéhez. Itt Glac Ferencnek a nevét emelném ki, aki akkoriban alapkutatásokat végzett Klebersberggel vonatkozóan is, és ezeket közzé is tette szaklapokban, később kötetekben is, de rajta kívül szinte senki nem foglalkozott igazán Klebersberg személyével. Majd aztán a 90-es évek közepétől egyre többen, de hát hozzáteszem, hogy nagyon sokan csak ismételve másoknak az állításait közelítettek az ő személyiségéhez. Én viszonylag sok mindent megnéztem róla, levéltári akták sokaságát, több helyen is, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, tehát Németországban, Ausztriában, ahol vízhangja volt a magyar kulturális politikának, és hát elég jól ismerem nem csak az ő munkáit, hanem a róla írt különböző bírálatokat, dicséreteket is. Újvári úr, vajon nem azzal függ össze az ő személyének viszonylag kései reinkarnációja, hogy óhatatlan összefonódik a Horthy korszakkal? Mindenképpen, hiszen egészen a 80-as évek elejéig az volt az általános álláspont, hogy a Horthy korszak egy rendkívül visszamaradott, reakciós, sok esetben fasiszta jelzővel ellátott korszak volt, amiben annyi igazság van, hogy a magyar társadalom szerkezete valóban nagyon egészségtelen volt, de ehhez rögtön hozzáteszem, hogy nagyon sok más európai társadalom szerkezete is egészségtelen volt. Ha a gazdasági mutatókat nézzük, akkor viszont elég egyértelmű a kép, hiszen tudjuk jól, hogy Magyarország a dualizmus idején, tehát 1867-től 1918-ig egy nagyon gyors és nagyon meredek gazdasági felívelést mutathatott föl, és ez eredményezte, hogy a háború előtti évre, amikorról vannak ilyen adataink, 1913-ra a magyar gazdaság fejlettségi szintje, az a mag európai országok, tehát a legfejlettebb nyugat-európai országok fejlettségi szintjének a 60%-át ért el. Na most a Horthy korszak vége fele 1938-ra, hogy megint csak az utolsó háború előtti évet mondjam, majdnem ugyanezt a 60%-ot elérte a fejlettségi szintünk, ami azt jelenti, hogy Trianon után, amikor a gazdaság szinte teljesen összeomlott, egy elég gyors felemelkedés volt, az 1920-as évek közepére már konszolidálódott a magyar gazdaság, és majdnem olyan helyzetbe kerültünk, mint amilyenben az osztrák-magyar monarchia idején voltunk, sokkal kedvezőbb körülmények között. Na most, hogy egy összehasonlító adatot mondjak, 1989-ben ez a fejlettségi szint nem érte el a nyugat-európai magországok 40%-át. Tehát 20%-kal rosszabb volt, mint a Horthy korszak vége felé. Akkor miről beszélünk? Tehát mindezt azért mondom, hogy milyen igazságtalan ez a fajta sómás megítélés. Nekem csak az jut eszembe, hogy egy idős ismerősem azt mondta, és ez még a 80-as években volt, hogy kisfiam, mondhatnak nekem akármit a Horthy rendszerről, de minden volt, kisfiam, az üzletekben mindent lehetett kapni. És ez úgy megmaradt bennem. Aztán sok-sok év eltelt, és nem tudom, biztos maga is találkozott vele, az interneten köröztek egy ilyen összeállítást, hogy a sokat szidott Horthy rendszerben mi minden valósult meg, mi minden épült, és milyen népjóléti intézkedések születtek. Na ez csak így hozzávetőlegesen, de gondolom, ez a viszonylagos, sőt, nagyon is nem viszonylagos gazdasági prosperitás adta lehetőséget arra, hogy Klebersberg tegye azt, amit aztán tett. Pontosan. Az a baj, hogy nem fogadták el azt, és ma is kevesen fogadják el azt, hogy annak ellenére, hogy a társadalom szerkezete egészségtelen volt, nagyon jó szakpolitikák működtek Magyarországon, és a jól működő szakpolitikák közül is a legnagyobbat szerintem a kulturális politika teljesítette. De miért?
Hát ehhez kellett a személyiség, amiről az imént beszélt, hogy személyiségek nélkül, egyéniségek nélkül nincs történelem. Tehát kellett egy olyan valaki, mint Kléber Kuna, aki felismerte azt, hogy itt egy teljes váltásra van szükség, és ehhez a... van, de ki ismerte fel Klebersberget? Hát amennyire tudom, egy egyszerű kis hivatalnokként kezdte. Ez így igaz, de hát mégiscsak gróf volt, tehát arisztokratának számított, bár középosztályi szinten éltek, nem is felső középosztályi szinten, de ennek ellenére ő azért csak az arisztokráciához számított, és valóban 1898-ban, miután elvégezte a Budapesti Tudományegyetem jogi karát, akkor ő a miniszterelnökségre fogalmazóként került. Itt viszont viszonylag gyorsan haladt a hivatali ranglétrán, és tulajdonképp már itt is kulturális kérdésekkel foglalkozott. Tehát a kisebbségi ügyek tartoztak hozzá, elsősorban a monarchián belül élő magyar kisebbségek ügyei, a szórvány magyarság, illetve a Horvátországban, Dalmáciában, Bosznia-Hercegovinában élő magyarok ügyei, és hát az utóbbi kapcsán el kell mondani, hogy 1904-től 1914-ig egy egyesületnek volt az elnöke, a Julián Egyesületnek, aminek az volt a fő célja, hogy ezeknek a magyaroknak a kulturális segítését vállalja föl, tehát akik Horvátországban, Szlavóniában és Bosznia-Hercegovinában éltek, iskolákat alapítottak nekik, könyvtárakkal látták el őket, és így tovább, és így tovább. És hát 1914-től ő már a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak az államtitkára volt, egy kiváló miniszter, akiről teljesen elfeledkeztünk, Jankovics Béla mellett, és hát itt is folytatta tulajdonképp azt, amit a miniszterelnökségen elkezdett. Tehát ő pályája kezdetétől elsősorban kulturális kérdésekkel foglalkozott, és ennek kapcsán, ha már a külföldi intézetekről esett szó, akkor azt is meg kell említeni, hogy ő volt az első, aki szorgalmazta azt, hogy Konstantinápolyban, azaz a mai Isztambulban alapítsanak egy magyar tudományos intézetet. Ez 1916-ban meg is történt, és 1917-től ez az intézmény másfél éven keresztül nagyon jól működött, úgyhogy Klebersberg volt ennek tulajdonképp a gazdája, az ügyvezető igazgatója. Tehát olyan tapasztalatai voltak már korábban is, amelyek predesztinálták arra, hogy 1922-től ő legyen a miniszter. Még egy dolgot emelek ki, ő 1917-ben a Magyar Történelmi Társulat elnöke lett, ami 150 éve alakult, idén van az alapításának a 150. évfordulója, 1867-ben, és az egyik legnagyobb magyar szakmai egyesület volt, hiszen akkoriban a történelem iránti érdeklődés az általános volt az értelmiség körében. Tehát a Magyar Történelmi Társulatnak, bármilyen furcsa is ez napjainkban, nem csak tanárok, történtanárok, történészek voltak a tagjai, hanem rengeteg mérnök, orvos, jogász és egyéb értelmiségi. És ez valami olyasmi volt, mint a Magyar Földrajzi Társaság? Így van. A Földrajzi Társaságra is ez volt a jellemző. Igen, azért említem. Napjainkban csak a szakmái ez a két társaság, de akkoriban egy sokkal szélesebb körű valami volt. És ennek lett ő az elnöke, és ebben a minőségében 1920-ban, amikor még nem volt miniszter, Bécsben megalakította a Bécsi Magyar Történeti Intézetet, ami tulajdonképp a Collegium Hungaricumoknak az előd intézménye volt. És az Horthy érdeme, hogy 22-ben ő miniszteri tárcát kapott, vagy túlságosan is kézenfekvő volt? Hát elsősorban Bethlen Istvánnak, a miniszterelnöknek az érdeme, de mindenképp Horthy érdeme is, hiszen Horthy nélkül nem lett volna Bethlen István, Bethlen István nélkül nem lett volna Klebersberg, és akkor se lett volna Klebersberg, hogyha Horthynak nem tetszik az ő személye, hiszen azért a miniszterelnök mindig kikérte a kormányzó véleményét arról, hogy ki lehet miniszter és ki nem. Tehát ez kellett Horthy beleegyezése is. A mai ember csak rácsodálkozik, de vajon mi vezérelhette ezt az embert, hogy Trianon után
tényleg én most mondom a laikus rácsodálkozásával beszélek erről, de hogy ilyen történelmi léptékű programot elindított. Hát úgy mondhatnám, hogy nagyon szerencsétlen és katasztrofális helyzetben vette át ezt a tárcát, a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumot, ugyanakkor nagyon szerencsés helyzetben. Miért? Is. Azért, mert tényleg a kulturális élet is romokban hevert. Gondoljunk csak arra, hogy a legnagyobb múlt magyar városok többsége az a határon túlra került, amelyek igazi magyar kulturális tudományos múlttal bírtak itt, Pozsonytól kezdve Kassán át, Kolozsvárig, Marosvásárhelyig, Temesvárig, Aradig, Szabadkáig, Újvidékig sorolhatnék jó pár jelentős várost, ahol nagyon komoly magyar kulturális élet folyt, Nagyvárad és itt tovább. De emellett még a hazai intézményrendszer is csődbe került. Mondjuk úgy akkor mai modern kifejezéssel élve, hogy a művelődés úgy zöldmezős beruházásként indult. Pontosan, tehát ez volt az, ami a szerencsétlenségben a szerencse volt. Egy példát hozok, a Magyar Nemzeti Múzeum költségvetése az 1920-as évek elején alig több, mint 10%-a volt az 1913-as költségvetésének. Nos, gondoljuk bele, hogy ilyen helyzetben mit lehet csinálni. Hát csak azt, hogy egy teljesen új rendszert építünk fel. Tehát ebben a katasztrófában annyi szerencse volt, hogy Klebersberg a saját gondolatait meg tudta valósítani. Nem egy összeomlani készülő épületet kellett tataroznia, hanem tulajdonképp újat építetett fel. És ő ezt a lehetőséget nagyon jól kihasználta, és nagyon is alkalmas volt erre, mert egy rendszerben gondolkodó politikus volt. Ez akkor is, meg napjainkban is sokszor hiányzik, hogy valaki rendszerekben tudjon gondolkodni, ne egy apró. Ez a rendszer azt jelenti, hogy mit tudom én óvodától az egyetem végéig. Pontosan, pontosan. Jól látta azt, hogy az óvodától sok minden függ, ha tovább megyünk a népiskolákig, ahogy akkor az általános iskolát nevezték. A népiskolai oktatáson sok múlik, ha a középfokú oktatást tekintjük, és nyilvánvaló, hogy a gimnáziumokon is sok múlik, ha az egyetemet tekintjük, és nagyon fontosnak tartotta, hogy akkor hívták az iskolán kívüli népművelést is, és hogy Magyarországon ne legyenek analfabéták, vagy minél kevesebb analfabéta legyen. Hát 1920-ban a lakosságnak még olyan 18%-a analfabéta volt, ami nem volt olyan nagyon rossz arány, mint ahogy most hangzik, tehát ez attól Európa középmény, igen, hát a mához mérve nagyon rossz, de meg ha mondjuk akkoriban... az akkori Albániához mérjük, akkor nyilvánvalóan kiugróan jó. Pontosan. De látja, milyen különös az élet, hogy nem is olyan régen az Európai Unió a magyar oktatáspolitikát elemezve nem győzte dicsérni egyébként, bármilyen hihetetlen is mondjuk a Pedagógusok Országos Szakszervezete szemszögéből, de ebben külön kiemelik azt, hogy Magyarországon az oktatás voltaképpen 3 éves korban elkezdődik. Na most, hát ez voltaképpen Klebersbergtől indult el. Pontosan, igen, ő volt az, aki azt is szorgalmazta, hogy minél többen járjanak óvodába, bár akkor ez még nem volt olyan általános, mint napjainkban, de hosszú távon az volt a terve, hogy lehetőleg mindenki az óvodában kezdje meg az oktatást, és így épüljön tovább az egész, mint ahogy az is, hogy a népiskolákból mind kevesebben maradjanak ki, és itt is komoly eredményeket ért el, mert a 30-as évek végén már csak a korosztálynak a 2-2,5%-a volt, amely nem járt iskolába. Jó, de ez helybe kellett vinni az iskolát, tehát ugye... Hát így van, így van. Ennek köszönhető, hogy mit tudom én, a homokhátságon láttam meg annyi tanyai iskolát, ami letagadhatatlanul az ő korszakának az eredménye. Hát ezt kellett tennie, igen, és ennek volt egy előfeltétele persze, mert óriási beruházásokat igényelt ez a dolog, nevezetesen az, hogy Magyarország gazdasága konszolidálódjék. Tehát ő hiába akarta ezt már a 20-as évek elején megvalósítani, csak 1926-tól volt rá módja, amikor a magyar gazdaság részben egy népszövetségi kölcsön segítségével
már konszolidáltnak volt nevezhető, ugye 1927-ben bevezették a pengőt, ami egy nagyon értékálló pénz volt. Így 1926-ban megkezdődött egy olyan népiskola építési program, aminek az lett az eredménye, hogy 1930-ig körülbelül 1000 új népiskola alakult, jó részt, olyan helyeken, ahol azelőtt soha nem volt népiskola. Nagy rész egyébként pont az Alföldön. Épület is? Ez 1000 új épület, igen. Tehát 5000 népiskolai tanterem és tanítói lakást jelentett ez, és 1000 új iskolát. Igen, amennyire visszaemlékszem ezekre az iskolákra, ezek egy vagy két tanteremből és egy tanítói lakásból álltak. Így igaz, így igaz. Az már más kérdés, hogy a tanítói lakás, tehát a kis iskola körül egy kis földterület is volt, hogy a tanító úr megtermelhesse, ami okvetlen kell. És nem csak ezt szolgálta az a földterület, hanem egy kis mintagazdaság volt. Tehát fa, veteményes kert, minden volt benne általában, és azt a célt is szolgálta, hogy a környék gazdái itt vegyenek részt ilyen kis továbbképzéseken, illetve többnyire az iskolában volt egy kis könyvtár, amely ellátta az érdeklődőket olyan könyvekkel, amelyek valószínű felkelthették az érdeklődését, tehát ma úgy mondanánk, hogy egy közkönyvtár, illetve itt volt rádió, ami akkor egy teljesen új dolog volt, hiszen 1925 végétől vannak Magyarországon rádióadások, tehát itt hallgathatták a legegyszerűbb emberek is azt az eszközt, aminek a megvétele kezdetben még komoly összegeket igényelt volna. Úgyhogy ezek kis művelődési gócpontok is voltak ebből a szempontból. Ugye azt szokták mondani, hogy egy országnak vedd el a történelmét, és gyakorlatilag ezzel akár meg is semmisítheted. És ekkor felbukkan két jelentős történész figura, tudom, hogy foglalkozott is velük, az egyik Hóman Bálint volt, a másik Szegfű Gyula. Támadták is magát ezért, nem? Igen. Hát főleg Hóman Bálint miatt, hiszen két évvel ezelőtt ugye Székesfehérvárot szobrot akartak állítani Hóman Bálintnak, és ezzel kapcsán nagyon komoly viták keletkeztek Magyarországon, hogy szabad-e Hóman Bálintnak szobrot állítani, megérdemli-e, sokan ugye olyan vádakat olvastak a fejére, aminek a fele sem volt igaz, kezdve attól, hogy ő terjesztette be a zsidó törvényeket, ami nem így volt, egészen addig, hogy az ő kultuszminiszteri tevékenysége hozzájárult a deportálásokhoz és a gázkamrákhoz, aminek az egyenes vonalát én véletlenül se vélem fölfedezni. Tehát komoly viták voltak Hóman személyének megítélése kapcsán. Hát nekem annyi szerencsém van, hogy azt hiszem a történészek közül, akik erről vitáztak, én vagyok az egyedüli, aki a teljes Hóman hagyatékot végignézte. Ez 3-4 éven bekerült, az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárában van egy óriási iratanyag, ami Hómannak a feljegyzéseit, levelezését tartalmazza. Én ezt az elejétől végéig módszeresen végignéztem. De nem? Hómanról nem, de most tervezek egy könyvet írni, de nagyon sok tanulmányt írtam róla. Így azt hiszem bátran mondhatom azt, hogy azon cselekedetek, amiket a fejére olvasnak, többnyire nem hozzá kötődnek. Hóman valóban egy antiszemita politikussá vált, mert általában ez a fő vád ellene, de egyáltalán nem egy vérmes antiszemitává, az ő antiszemitizmusa egy olyan antiszemitizmus volt, ami a magyar értelmiségi társadalom nagy részét jellemezte annak idején, és amely még véletlen se kapcsolódott ahhoz, ami aztán a deportálásokhoz meg a gázkamrához. Tehát inkább Elvis szintű semmény gyakorlatias lett volna. Sajnos ő a gyakorlatban is alkalmazta ezt már az 1930-as évek végén, az 1940-es évek elején, de semmiképpen nem avval a szándékkal, amit sokan a fejére olvastak, nevezetesen avval, hogy a zsidóságot eltüntesse Magyarországról. És egy nagyon érdekes pálya az ővé ilyen szempontból, mert fiatal korában sokkal inkább jellemezhetjük, hogy filoszemitaként, mint antiszemitaként. Hát a legjobb barátja Benedek Marcell volt, Benedek Eleknek a fia, aki aztán abszolút a baloldali gondolatvilágban találta meg a
saját világnézetét, de a baráti körébe tartoztak olyanok is, mint a filozófus Lukács György, bármennyire is furcsa ez napjainkban, tehát egy egész más ezt most hallom először. Közegből indult, mint igen, igen. De ez, hogy is mondjam, annak ismeretében volt, hogy Lukács népbiztos is volt? Nem, ez előtte volt, ez előtte, Hóman már úgy 18 azért. Végére, 19 elejére már egy jobboldali konzervatív irányzat hívévé vált, de előtte sokkal inkább a liberalizmus felé volt nyitott. Igen. Miután kellően szitták, volt valaki, aki azt mondta, hogy de, igen, Hóman ezért szitható, támadható, de. És itt jönne, hogy valami értékedik. Hát ez az ember nem véletlenül bukkant fel azért az ismeretlenségből. Így igaz. Hát tulajdonképpen az 1920-as években is már a magyar kulturális politika egyik meghatározó alakja volt. Elsősorban a közgyűjtemények, tehát a könyvtárak, levéltárak, múzeumok vonatkozásában, hiszen ő 1922-től az Országos Széchenyi Könyvtár, majd 1923-tól a Nemzeti Múzeumnak a főigazgatója. Hozzáteszem, az Országos Széchenyi Könyvtár akkor még a Nemzeti Múzeum keretében működött, tehát annak igazgatója volt, a múzeumnak pedig főigazgatója. Már 1920-ban írt egy olyan tanulmányt a Magyar Tudományosság Jövője címen, ami nagy hatással volt egyébként Klebersberg tudománypolitikai elképzeléseire is. És Klebersbergnek ő volt az egyik legfőbb tanácsadója a közgyűjteményi kérdésekben, tehát ők nagyon jó viszonyban voltak, olyannyira, hogy Klebersberg többször mondta azt, hogyha ott hagyná a miniszteri posztot, akkor azt szeretné, hogy Hóman legyen az utóda. Ez végül így is történt, nem ő lett a közvetlen utóda, mert rövid ideig még két miniszter Hóman előtt volt, de ugye Klebersberg 1931 nyarán mond le, és 1932. októberében már Hóman Bálint a kultuszminiszter. És én azt mondhatnám összegezve, hogy kultuszminiszterként ő nagyon kiváló munkát végzett, méltó utoda volt Hómannak. Akkor voltak gondok, amikor a nagypolitikába keveredett a szakpolitika helyett, nagypolitikai kérdésekben foglalt állást, és ott tényleg volt néhány olyan megnyilatkozása, nem feltétlen a belső meggyőződésből, hanem pártpolitikai érdekekből, amit ma nehezen vállalhatónak vélünk. Elkerülhette volna? Elkerülhette volna, hogyha a szakpolitikában maradt. Tehát maradhatott volna a szakpolitikában? Hát olyan légkör volt 1938-ban, hogy nagyon nehezen, annál is inkább, mert akkor még Darányi Kálmán volt Magyarország miniszterelnöke, aki Hóman unokatestvére, de egyben az egyik legjobb barátja is volt, és Darányi Kálmán az egyik fő tanácsadójaként tekintett Hómanra. És ugye ez volt az az időszak, amikor Németországnak, a Német Birodalomnak az európai térnyerése az mind jobban láthatóvá vált. Bekövetkezett az Anschluss, a Német Birodalom Magyarország szomszédja lett, majd ugye nem sokkal később a müncheni megállapodás, amelynek révén tulajdonképpen a franciák és az angolok is elismerték a német törekvések részbeni jogosságát, és ugye ez vezetett Csehszlovákiának a felrobbantásához. Így van. Tehát, hogy is mondjam, a geopolitikai tényezők a nagypolitikára, a magyar nagypolitikára óhatatlanul hatással voltak, de itt a neveket emlegetjük. Ugye egy generáció nőtt fel úgy, hogy a magyar történelmet az úgynevezett Hóman szegfűből táplálkozva sajátította el. Mi volt ez a Hóman szegfű? Hát én is tudom nagyjából, de maga sokkal jobban. Hát ez egy kiváló magyar történeti összefoglaló volt, 1928 és 1938 között jelent meg. Kezdetben 8, aztán később 5 kötetben, és a népszerűségét jelzi, hogy ebben a korszakban összesen 7 kiadásban látott napvilágot ez a szintézis. Hát szinte minden értelmiségi családkönyves polcán ott volt. De hát jóformán évente újra nyomták. Így van. Tehát ez jelzi, ez több tízezer, tehát nem tudjuk pontosan, hogy mennyi példányt jelentett, de egy
20-25 ezer példány biztosan jelentett ez a hét. Maga tartotta a kezében ezt valaha is? Igen. Hát annál is inkább, mert sok megállapításán túlhaladt az idő, ami teljesen természetes, hiszen a történelme azért történelme, hogy minden korban újraértékeljük a korábbi kollégáinkat. Hát igen, meg a győztesek szokták értékelni sajnálatos módon. Így van. Tehát sok megállapítása ma már tudjuk, hogy nem állja meg a helyét, vagy nem úgy gondoljuk, ahogy ők gondolják, de ez abból a szempontból egy kiváló összefoglalás volt, hogy ketten írták. Nem mint a korábbi millenniumkori nagy összefoglalót, ami 10 kötetben jelent meg, az több mint 10 írták. Ez ketten, tehát egy egységes szemléletűnek tekinthető, ugye a Mátyás uralkodásáig terjedő időszakról írta a fejezeteket Hóman Bálint, ezt követően pedig Szegfi Gyula. És mind a ketten kiváló stílussal bírtak. Ők hogy kerültek kapcsolatba? Ugye én már csak az eredményt tudom, hogy ugye Szegfi annak idején azt hiszem moszkvai követ is voltál. Igen. De hát a két pólus az oly távol esik. Hogy kerültek ők kapcsolatba? Elképzelhető, hogy már az egyetemen ismerték egymást, Szegfű 3 évfolyammal feljebb járt, mint Hóman Bálint, de hát akkor az egyetemekre messze nem jártak még annyian, mint napjainkban. Csak egy adatot hozok erre, ugye a 1920-as években 13-15 ezer között volt a magyarországi egyetemisták és főiskolások összlétszáma, ami ma egy kisebb egyetem, egy nagyon pici egyetem hallgató létszámának felelne meg. Tehát lehet, hogy már ott ismerték egymást, de az biztos, hogy az 1910-es évek elején, ugye Hóman 1903-ban végzett, az 1910-es évek elején már jó kapcsolatban voltak, és az is elképzelhető, hogy akkor találkoztak, amikor Hóman az egyetemi könyvtárban dolgozott, 1903-tól ugyanis, első éves korától, bocsánat, akkor kezdte az egyetemet, előbb rosszul mondtam. Hóman Bálint az egyetemi könyvtárban is dolgozott fizetés nélküli gyakornokként, ahogy ma mondanánk. Majd miután elvégezte az egyetemet, azután egészen 1922-ig ez volt a munkahelye, és Szegfi is látogatta az egyetemi könyvtárat. Tehát valamikor a 10-es évek körül ismerkedtek meg, jó kapcsolatba kerültek, és tulajdonképp, ha összegezni kívánom, akkor egy ellentétes pályát jártak be, mert Szegfi Gyula inkább jobbról haladt balfele, Hóman Bálint pedig inkább balfelől jobbfele. Tehát egy ellentétes pálya volt, és ez találkozott valahol ilyen szerencsésen az 1920-as években, hogy meggyőzték egymást arról, hogy együtt kell, hogy írják meg ezt a magyar történetet. Egyébként Hóman Bálintnak egy 1920-as tervezete volt már erre vonatkozóan, amit a Magyar Történelmi Társulathoz adott be, és ez arról szólt, hogy két sorozatot kell megjelentetni, az egyik a Magyar Történettudomány kézikönyve, ami aztán részben meg is született, kiváló munkákat eredményezve, a másik pedig Magyar Történet címen, egy történelmi szintézis Magyarország történetéről. És mit ad Isten? 1928 és 34 között Magyar Történet címen jelent meg a Hóman Szegfi. Ez soká úgymond indexem volt, tehát nem is nagyon volt szabad beszélni róla. Igen, bár az is igaz, hogy például 1980-ban, ha jól emlékszem, volt tanárunk, aki a Szegfi által írt 16-17. Századi fejezeteket adta fel nekünk, hogy olvassuk ezt el, de tény az, hogy mondjuk a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán szabadpolcon meg volt található ez a munka, de egy csomó helyen valóban nem lehetett se kikölcsönözni, se a könyvtárban olvasni, tehát nem nagyon lehetett hivatkozni erre. Szaktörténészek hivatkoztak rá természetesen, még akár az 50-es években is. Igen, de soká... egyébként nem volt írdomos arról beszélni, igen, hogy erre soká... támaszkodni. Hogy is mondjam, a magyar történészek 49 után, tehát gyakorlatilag ugye a Rákosi érában, majd még a Kádár korszakban is, legfeljebb akkor emlegették a Hóman Szegfit, hogyha valami oknál fogva vitaszkodhattak vele. Így van. De azért emlegették, mert emlegetni kellett, mert
nyilvánvaló volt, hogy egy szakmai érték. Gyakran ez abból is kiderül, hogyha szídnak valamit. Igen. Hiszen azért szídják, mert veszélyesnek tartják, és ha veszélyesnek tartják, abban valószínű, hogy valami értéket látnak. Hát minden esetre az tény, hogy mindmáig ez a legegységesebb magyar történeti szintézis, kiváló stílusban van megírva, nagyon sok fejezetét még ma is lehetne nyugodtan ajánlani hallgatóknak. És olvasmányos is. És nagyon olvasmányos, igen, tehát emészthető egy nem szakmabélinek is, amit én roppant fontosnak tartok, hogy így írjunk történelmet, hogy ne magunknak, hanem próbáljunk másukhoz is szólni. Csak úgy mellesleg említette az egyetemmel kapcsolatos adatot. Honnan vette ezeket az adatokat? Mármint az egyetemi hallgatók létszáma. Igen. Hát ez ahhoz kapcsolódik, amit már említettem, hogy egyetem történeti kutatásokkal viszonylag sokat foglalkoztam, főleg két világháború közötti dolgokkal, és hála Istennek viszonylag pontos statisztikai kimutatásaink vannak arra vonatkozóan, hogy mikor, mekkora volt a hallgatók létszáma. Ez annak köszönhető, hogy a Magyar Statisztikai Hivatal a világ legjobb statisztikai hivatalai közé tartozott már a 19. század végétől kezdődően, és ez így volt a két háború között is, tehát azt a történészek egyöntetűen megbízható adatnak tekintik, ami kiderül az ő kimutatásaikból, és nagyon jó felméréseik voltak az 1920-as évek végén, 30-as évek elején az egyetemi és főiskolai hallgatóságra. De magát miért érdekelte az egyetemi története? Miért foglalkozik ezzel? Mert én még történésszel nem találkoztam, aki erre speciálisan ráfeküdt volna. Hát egyrészt azért érdekelt, mert egyetemi bajtársi egyesületek történetével is foglalkoztam. Ami nem pusztán egy egyetemi egyesület volt, hanem ezek társadalmi egyesületek voltak, hiszen olyanok is tagjai lehettek, akik már elvégezték az egyetemet, sőt idővel a tagság kétharmada olyanokból került ki, akik már nem hallgatók voltak. Ezek a bajtársi egyesületek meghatározóak voltak a két világháború közötti magyar politikai életben, rengeteg utalást találunk rájuk, hát főleg a Turulra, ami a legismertebb volt közülük, hiszen a Turul néha a politika csináló erőként lépett fel. Hozzáteszem, hogy nem jó értelemben, mert főleg az 1920-as években, de az 1930-as években persze ugyanígy, főleg avval váltak ismerté, hogy a tanévkezdésekkor majdnem mindig bojkottálták az egyetemre járást avval, hogy nem szabad a zsidó hallgatókat beengedni, illetve a numerus clausus rendelkezéseket be kell tartani. Ez ugye egy olyan törvény volt, amit 1920-ban hoztak az egyetemre felvehető hallgatók létszámáról, és ha nem is nyíltan, de elég egyértelműen a zsidóság arányszámának a csökkentésére irányult. És ezek a bajtársi egyesületek élén a Turullal azért harcoltak, hogy ezt a numerus clausus intézkedést tartsák be, sőt szigorítsák, néha olyan követelésekkel léptek fel, hogy numerus nullus kell az egyetemeken, az a zsidó származású fiatalokat ne engedjenek be az egyetem falai közé. De persze ez az egyesület is változott az idők során, és furcsa módon a 30-as évek közepétől egyre több olyan akciójuk volt, ami a magyar társadalom egészségtelen szerkezetére hívta fel a figyelmet, és így módon ebben az egyesületben akár kommunista szimpatizánsok is helyet kaphattak, meg egyébként nyilasok is később. Tehát egy ilyen furcsa intézmény volt ez, ezért is foglalkoztam én magam nem annyira a Turulla, mint inkább az Amerikánával, ami a katolikus hallgatóknak volt a bajtársi egyesülete. És hát sem ilyen militarizált jellegű. Igen, de hát a militánsabb az a Turul volt, a katolikusok sokkal kevésbé. Volt még két ilyen bajtársi egyesület, a Hungária, ami csak a Műszaki Egyetemen szerveződött, meg a Szent István Bajtársi Egyesület,
ami egy királytámogató legitimista szervezet volt. Tehát ezekkel foglalkozva, illetve azért is, mert egyetemi levéltárban dolgoztam, és hát az egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvekből például rengeteg minden kiderül, nem csak az adott egyetem történetére vonatkozólag, hanem az egész ország történetére, és főleg az eszmetörténetre, illetve a tudományágak történetére vonatkozóan is. Tehát ezek nagyon érdekes források, és hát még egy oka van mindennek, hogy én szerettem az egyetemi levéltárak anyagában kutakodni, az az, hogy sajnos a magyar országos levéltárat egy óriási veszteség érte 1956-ban. November 7-én egy orosz belövés következtében olyan tűz keletkezett, hogy óriási irategyüttesek semmisültek meg. Meg legalább tudjuk, hogy mi semmisült, vagy még azt se tudjuk? Azt tudjuk, tudjuk, és például a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumnak az iratanyaga szinte teljes egészében megsemmisült, tehát töredék anyagok maradtak. Viszont például ezekben az egyetemi levéltárakban egy csomó minden, ami ott megsemmisült, megmaradt. Tehát részben pótolható az, főleg persze az egyetemek vonatkozásában értelemszerűen, ami 1956-ban elpusztult, úgyhogy emiatt is érdekes ez az hát, egész. Hát ha más nem, kópiát lehet készíteni róla. Így van, gondolom, így van. Gondolom. Ezek után szinte nevetséges, hogyha azt kérdezem, hogy mind dolgozik most. Hát most éppen egy Humann Bálint életrajzon dolgozom. Klebersbergnek az életrajzát már megírtam. Egy pécsi kiadó nagyon jó sorozatot indított, Silhouette, korszerű történeti életrajzok címmel. Ebben főleg olyanoknak az életrajzai szerepelnek, akik nem a legelső vonalban voltak, de nagyon fontos szerepet játszottak Magyarország történetében, a középkortól kezdődően, mondjuk Brodarics Istvántól kezdődően, egészen a 20. századig, ahol Klebersberg mellett ugye Kánya Kálmánról, Károlyi Gyuláról és másokról jelentek meg életrajzok, az előbb említett Humann unoka testvéről, Darányi Kálmánról is egy kiváló munka. Tehát ebbe a sorozatba írok egy Humann életrajzot. Ez egy olyan sorozat, ami inkább tudományos népszerűsítő jellegű, mint szigorúan a szakmának szóló, de én szeretem ezt a műfajt, természetesen akkor, hogyha az, aki egy ilyen tudományos népszerűsítő művet ír, szigorúan szakmai alapokon írja ezt meg, levéltári kutatásokra és más kiterjedt könyvtári kutatásokra támaszkodva. Meggyőződésem, hogy mondjuk 3 év elteltével lenne miről beszélgetni ismét, akár egy ilyen portréműsor keretében. Most viszont a végére értünk. Köszönöm, Újvári úr, hogy eljött. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kódex. Történelem sorsokban elbeszélve.